Ma a globalizáció világában sokan úgy gondolják, hogy a haza fogalma már idejét múlt elhanyagolható. Hiszen az emberek a világban bárhová elrepülhetnek, letelepedhetnek, és ha az adott ország nyelvét beszélik, akkor semmi akadálya annak, hogy jól érezzék ott magukat. A jobb élet elfelejtetteti velünk valamikori otthonunkat. Ezzel a gondolatsorral alkotta meg Marsai Ágnes képzőművész a Hazám, Hazám, Te mindenem című kiállítását. Az alkotó szerint a tárlat a képzőművészet eszközeivel szól a haza szeretetről. Emberek keveset foglalkoznak a hagyománnyal, pedig ennek ismerete identitásuk alapja. Pár nap múlva az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezünk, háborúktól, sorstragédiákról, küzdelmekről és erőfeszítésekről szól a történelmünk. Ezeket is megidézik az itt látható alkotások. Marsai Ágnes időnként segítségül hívva egy-egy verssort erősíti azokat a gondolatokat, amelyek ma csak halkan szólalnak meg bennünk. A képek alatt versidézetek olvashatók. Ezek az alkotások azonban nem illusztrációk, az irodalmi művekben lévő gondolatokat tovább görgetve születtek meg. Az alkotót sokat foglalkoztatja a néphagyomány. Annak azonban nem a formai vagy színbeli értékei, hanem a gondolkodásmód, ahogy a hétköznapi dolgokat tudja általános érvényűvé tenni, felemelni. Marsai Ágnes szándéka szerint emlékező, múltidéző anyag látható a falakon, abban a reményben, hogy a következő generációk is őrizni fogják azt a világot, amit őseinktől örököltünk.